Kállai Helén fáján már angyalhajjal készítették, illetve ebben az időszakban volt igazán divat a csúcsdísz, ami kicsit másabb, mint a mai, hiszen itt angyalhajjal díszített angyalt tettek a fák tetejére. 2015 óta folyamatosan fejlődik a Kállós-Emjéni Kállai Kúria, idén különösen mozgalmas évet zárt kiállítások szempontjából. Már 2017-ben is szerepet kapott az épület a karácsonyi ünnepkörben, tavaly pedig megrendezték a Régi idők karácsonya című kiállítást. Idén ezt tovább gondolták, így jött létre egy igazán tematikus és autentikus tárlat, amely a Karácsony a Kúriában címet kapta. A vezetőség, illetőleg a csapat tekintetében azt tudom mondani, hogy egy körülbelül 2 héten keresztül készülődtek éjjel-nappal ennek a kiállításnak a létrehozására. Én úgy gondolom, hogy maga teljességében ez visszaadja annak a kúriának a minőségét, amit ebben az időszakban, a karácsonyi időszakában ez a kúria megélt. Párját ritkító környezetben egy nemesi család több generációjának karácsonyán keresztül mutatják be, hogyan fejlődött az évtizedek alatt az ünnepi dekoráció, milyen ajándékok kerültek a fa alá, és egyáltalán milyen fenyőfát használtak. A kiállítás másik különlegessége, hogy a fenyődíszeket magánszemélyek adták kölcsön. Egy olyan kiállítást szerettünk volna létrehozni, ami tipikusan érzelmeket kelt. Ez a kiállítás egy nagyszerű családi program. Én magam úgy gondoltam, ha ide jön egy 2-3 tagú család, és anyuka, apuka elmesél, hogy náluk milyen volt a karácsony, vagy egy-egy díszről, egy-egy feldíszített fáról, egy régi játékról eszébe jut, hogy nálunk is ilyen volt, vagy képzeljétek el, az én anyukám azt csinálta, vagy nekem még 24-én diót kellett törnöm. Tehát én úgy gondolom, hogy rengeteg-rengeteg érzelem fog kijönni az emberekből, és nagyon szeretném azt, hogyha ezt a szülők elmondanák a gyerekeknek, és a szülők, vagyis a gyermekek pedig a mai életükbe ezeket a régi tradíciókat beépítenék valamilyen szinten. Mivel a díszek nagy része magánszemélyektől érkezett, a kúria vezetősége úgy döntött, az ünnepre ezeket visszaadják. Ezért a Karácsony a Kúriában című kiállítás december 22-ig látogatható.